Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből a 11. verset, valamint a János evangéliumából a 14. részből az első 3 verset. Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Áldozó csütörtök van, Jézus mennybe menetelének ünnepe. Milyen nagy áldás lenne, ha mindenki azzal a világos, határozott, hitbeli tudattal járná végig ezt a földi életet, hogy itt csak átutazóban vagyunk a menny felé vezető úton. Ez a meggyőződés sokszor nagyon távol áll tőlünk, földiekre berendezkedett emberektől. Van, aki a vagyonát tartja legfőbb értéknek, ezért kész feláldozni mindent. Van, aki a családjába fekteti minden idejét, energiáját. Mások elismerésért, tekintélyért küzdenek, és nem csoda, hogy ebben a nagy küzdelemben az ember keserűvé és békétlenné válik. Nagy ajándék a mértékletesség. Szükség van persze a pénzre, a családra, az előre menetelre, de ennek megvannak a maga határai a mi érdekünkben. Aki ezt nem az Istentől kapott hit mértéke szerint gyakorolja, az előbb-utóbb kiábrándult lesz, üres és csalódott. Vándor Gyula bácsi több éneket is írt ebben a témakörben, most csupán 2 szeretnék megemlíteni. Az egyik, hogy 2 világban élek itt a Földön, a másik pedig, hogy vándor vagyok, nem ez az én hazám. Mennyivel más szemmel nézni az ember az életét, ha számításba venné a mennyei világot is, ha nem felejtené el a célt, a mennyek országát. Vagyon, család, hírnév, egészség, csalódás, veszteség, fájdalom, öröm, csak borúsabb vagy fényesebb része életutunknak, de nem a cél. Ha minden széttörni és összeomlani látszik is, van, lehet élő reménységünk az Isten országa és annak igazsága megvalósulása felől. A Jézus Krisztusba vetett élő hit az az erő, ami a menny felé irányítja tekintetünket. Ez nem jelenti azt, hogy fordítsunk hátat a földieknek, és értékeljük le, hanem azt jelenti, hogy úgy éljünk a földön, hogy az Úrnak éljünk, az ő dicsőségét hirdessük és szolgáljuk, ez legyen életünk alapmércéje, meghatározója. Gyakran látjuk a közvetlen környezetünkben is, hogy milyen súlyos következményei lehetnek a megfogyatkozott hitnek, a meggyengült erkölcsnek, a pótcselekvések és álmegoldások sokaságának, a családok megzavart, összetört boldogságának. Vegyük komolyan Jézus biztatását és ígéretét, ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem! Az én atyám házában sok hajlék van. Áldozó csütörtök ünnepén töltse meg az Úr a szívünket élő reménységgel. Legyen bennünk vágyakozás és törekvés a mennyei dolgok iránt. A mai ember tekintete inkább lefelé, mint felfelé irányul. Vajon a mi tekintetünk milyen irányú? Kire nézünk, mire nézünk, kiben bízunk? Emeljük tekintetünket az értünk mennybe ment Jézus Krisztusra, és vegyük számításba a mennyei világ erőit, és éljünk az ő dicsőségére. Amen.